Ebben a sorozatban Jákov, azaz Jakab levelét vizsgáljuk, és megnézzük, hogy mi is az, amit üzen, hogyan kerülhetünk közelebb Jahua útjához és az ő instrukcióihoz, illetve magához, a Teremtőhöz, Jákov levelének segítségével. Nézzük meg Jakab levelének utolsó fejezetét, ami az ötös fejezet, és ez így kezdődik. Noszaim márti gazdagok, sírjatok, jajgatvánati nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg. Aranyatokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Jakab megismétli azt a figyelmeztetést, amit végig hallhattunk az írás során, az pedig összefoglalja a Mesiák nagyszerűen. Matthijahu 19-es fejezetben, 23-as, 24-es versben, mert így szól, Jahusa pedig mondta az ő tanítványainak. Ez ugye azután történt, hogy megkérdezte tőle a gazdag fiatalember, hogy mit kell cselekedni ahhoz, hogy bejusson a mennyeknek országába, és akkor válaszolt neki Jahus, hogy kövesd a parancsolatokat, ő pedig azt mondta, hogy ő ezt egész életében teszi, és erre a válasz, hogy bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába, ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak Elohim országába bejutni. És ezt arra próbálta ezzel magyarázni a tanítványainak, mikor azt mondta, hogy adja el az összes vagyonát, adja szegényeknek és csatlakozzon hozzá. Ez volt a magyarázata ennek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Meg fogjuk érteni, az későbbiekben ki fog derülni a többi versből, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy egy gazdag ember nem juthat el a királyságba, arról van szó, hogy nehezen megy be a mennyek országába, és könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint egy gazdagnak bejutni a királyságba, hiszen a meg fogjuk nézni azt, hogy mik a buktatói, de teljesen egyértelmű. A gazdagság eltereli, vagy elterelheti az embert arról az útról, melyet Elohim kijelölt nekünk, számunkra, hiszen az ember túlságosan arra fog koncentrálni. Egyrészt megszerezze azt a gazdagságot, megőrizze, illetve abban bízik, hogy az által fog majd ő megmenekülni az élet különböző megpróbáltatásaitól. Ezt gyönyörűen fogalmazza meg Jeremiáhu a 9-es fejezetben, illetve hát maga Jahua fogalmazza meg, mint mindig nagyszerűen. Ezt mondja Jahua, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék a gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok Jahua, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorolok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja Jehova. Ahogy mondtam, mint mindig, Jehova az, aki megfogalmazza nagyszerűen, hogy mi is az igazság, egyszerűen úgy, hogy mindenki megérthesse. Aki dicsekedni akar, aki bízni akar bármiben, az őt válassza, és inkább azzal dicsekedjen, vagy benne bízzon, hiszen ő az, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot hirdet ezen a földön, és ezt gyakorolja. A többi, a bölcsesség, az erő, a gazdagság mind-mind tőle van. És a probléma az, hogy az ember, amennyiben ezek rendelkezésére állnak, akár az összes, akár egy-egy, hajlamos elfelejteni azt, hogy ez honnan érkezik, és ki az, aki ezt rendelkezésére bocsájtotta. Tehelim 37-es fejezet pedig így szól, jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja Jahua. Jól tudja Jahua a fedhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. Pontosan erről beszél Jakab is, és megemlíti azt, hogy bár a fedhetetlenek napjait jól tudja Jahua, és hogy örökségük mindörökké meg lesz, a gonoszok karja eltörik, és az igazakat fogja támogatni Jahua. Még a kevés, a kicsi is jobb annak, aki az igaz úton jár,
mint az a sok, ami a gonosznak van. Ugyan ezt mondja Jakób is, amikor azt írja, hogy aranyatokat, ezüstöteket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Ezek az emberek kincset gyűjtöttek az utolsó napokban, míg az igazaknak mindörökké meg lesz, hiszen ők fedhetetlenül jártak, ők az igazságban jártak, és az éjség napjaiban is jól laknak. Míg a gazdagok az utolsó napokban gyűjtöttek kincset, azonban a tűz emészti meg őket. A tűz pedig természetesen a második halálra utal, hiszen ők nem azon az úton jártak, amelyen az igazak. Természetesen nem azt állítja egyik sem, hogy az ember nem törekedhet jólétre, vagy pedig kényelemre akár, vagy bármire, ami ebben a világban van. Amiről beszél az az, hogy nem engedhetjük meg, hogy ez legyen az elsődleges tényező az életben. A másik pedig az, hogy sokkal fontosabb ennél az, hogy ki az, aki az igaz úton jár, ki az, aki fedhetetlen lesz a végén. Sokkal fontosabb ez, hiszen akkor jól lakik majd az éjség napjaiban, hiszen az ő bizodalma Jahuában van, és nem azokban a dolgokban, melyek a világtól származnak. Matthiahu 6-os fejezetben ezt foglalja össze nagyszerűen a Mesiák, hanem keressétek először Elohimnek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néked. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Azaz nem csak az fölösleges, hogy aggodalmaskodni, hogy majd mi lesz velünk évek múltán, hanem egyáltalán az, hogy holnap mi lesz velünk. Ha az ember a helyes úton jár, ha az igazságot keresi, és Elohim által kijelölt keskeny úton halad, akkor majd ő gondoskodik róla. Ez a hit lényege. És ez az, amiben a világ, vagy a gazdagság keresése, vagy ha bármi másba teszi az ember a bizalmát, megakadályozza az embert, hogy a hite teljes mértékben kifejlődjön. Azért mondja, hogy az első és legfontosabb az Elohim országa és az ő igazsága kellene, hogy legyen. Az ő igazságáról pedig már számtalanszor volt szó, az pedig nem más, mint az ő szava, az ő instrukciói, amit Torának hívnak. Szó szerint ezt olvashatjuk Tehelim 39-es fejezetben, 7-es versben bizony árnyékként jár az ember, azaz az ember hiába valóság. Az emberi test, maga az ember, az egy jelentéktelen dolog, amivel foglal a test maga, a testi része az embernek. Az első és legfontosabb az, hogy az igazság útján járjon az ember. Ezért mondja, hogy árnyék, olyan, mint az árnyék. Tulajdonképpen semmi. Bizony csak hiába szorgalmatoskodik. Minden, amit az ember tesz, az hiába valóság. Az élet, a fizikai lét, a test, az teljes mértékben hiába való. Rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Az ember nem tudhatja, hogy amit felhalmoz ma, az ki lesz a jövőben, hiszen az embernek nincsen hatása arra, nincsen fogalma arra, hogy mi lesz holnap. Persze az ember úgy gondolja, hogy most semmi bajom, jól vagyok, holnap felkelek, csinálom a dolgom tovább, majd 20 év múlva visszavonulok, nyugdíjba megyek, stb. Stb. Azonban ez csak egy terv, ez csak egy gondolat az embernek, nincs erre hatása. Ezért mondja, hogy fölösleges azon ügyeskedni, hogy rakásra gyűjteni a dolgokat, és ezzel foglalkozni. De elmondja azt is, hogy mi kellene, hogy a lényeg legyen. Most azért mit reméljek, ó Jahua? Te benned van bizodalmam. Ez a legfontosabb, amit az embernek tennie kéne. Erre kellene törekedni, erre hívta fel a figyelmet a Mesiák, Jeremiáhu erről írt, erről ír Zsoltárok, és ezt mondja Jakób is. Az első és legfontosabb az kellene, hogy legyen, hogy az ember megtalálja a kapcsolatot a Teremtővel, és azon az úton járjon, ahol, amit ő kijelölt számunkra. Ez lenne a legfontosabb. Azután majd ő mindent elintéz számunkra, ahogy azt megígérte. Kohelet 6-os fejezet, 12-es vers erről beszél. Mert kicsoda tudhatja, mi legyen az embernek jó e világon? Az ő hiába való élete napjainak száma szerint, amelyeket mint egy árnyékot tölt el. Az ember a testben ragadt ember, a teste az embernek, maga az emberi élet, az hiába valóság, és mint egy árnyék úgy telik el. Az a legfontosabb az, hogy az ember szellemével mi történik majd azután,
hogy leélte az egész életét. Ez az, amire mindenkinek koncentrálnia kellene. Erre hívja fel a figyelmet Jakob itt, és figyelmezteti azokat, akik ebbe az életbe, illetve a saját bölcsességükbe, erejükbe, gazdagságukba teszik a bizalmukat, hogy ez hiába valóság az, ami itt történik. Kicsoda az, aki megmondhatná az embernek, mi következik ő utána a nap alatt? Azaz, ez senki nem tudja, hogy mi az, ami következik. Egyedül a teremtő Jahua az, aki érti azt, hogy mi a vég a kezdetektől fogva. Az ember azonban egy hiába valóság, akinek arra kellene koncentrálnia, hogy azt csinálja, amit a teremtő kijelölt számára. Elsősorban ez kellene, hogy a legfontosabb legyen. Tehelim 52-es fejezet szintén ugyanerre a problémára világít rá. Meg is ront Elohim téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földéről. Szelá. És látják az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé ez az a férfiú, aki nem Elohimet fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Ugyanarra figyelmeztet, mint Jakob még egyszer, hogy az ember hova teszi az ő bizodalmát, és hogy milyen fajta életet él, mit csinál azzal az idővel, ami rendelkezésére állt. A királyságot keresi-e, Elohim igazságát, az ő törvényeit, az ő útját, engedelmesen, alázatosan, vagy pedig nem Elohimet fogadja erősségévé, hanem az ő saját gazdagságának sokaságában bízik, és az ereje az ő gonoszságában volt. Abban volt, hogy ő a törvényeken kívül élte az életét. Ezért jutott el oda, ahova eljutott. Erről beszél Jakób is. Egyrészt, hogy hova teszi az ember a bizodalmát, másrészt, hogy milyen úton jár. Én pedig, mint zöldelő olajfa Elohim házában, bízom Elohim kegyelmében mind örökkön örökké. Áldalak téged örökké, hogy cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos a te híveid előtt. Azaz, ő maga azonban az igazság útját választotta, és ő bízott és hitt, és tudta, hogy amennyiben ezt az utat járja, gondoskodni fog róla a teremtő, még akkor is, ha esetleg nem pont olyan formában, ahogy ezt az ember elképzeli, vagy nem pontosan azokat a dolgokat kapja meg, amiket szeretne. Misli 18-as fejezet így szól a 10-estől a 12-es versig. Erős torony Jahuának neve, ahhoz folyamodik az igaz és bátorságos lészen. A tisztesség előtt pedig alázatosság van, így fejeződik be a 12-es vers. Nézzük meg, hogy a gazdag mit csinál. Az ő vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint. A megromlás előtt felfúvalkodik az ember elméje. Szóval az, aki Jahuát választja, és az ő útján jár, az alázatosan teszi azt, és az az, akit a teremtő támogatni fog. Míg a gazdag nem Jahuát teszi az erős tornyával, az ő bástyájával, nem ő belé helyezi a bizodalmát, hanem az ő saját vagyonába. Ez az ő erős városa, mint egy magas kőfa. Ez az ő gondolatja szerint van. Azonban a megromlás előtt felfúvalkodik az ember elméje. Azaz felhalmozza magának azt a vagyont, azonban végeredménye ennek az lesz, hogy megemészti a testét, mint a tűz. Az, hogy ezzel foglalatoskodott, hogy erre koncentrált elsősorban, hogy mi lesz velem holnap, mi lesz a családommal, mi fog történni, hogy fogom túlélni, még több pénz kell, még többet kell dolgoznom, ahelyett, hogy arra koncentrált volna, ami a legeslegfontosabb, az, hogy a hitét Jahuába helyezze. Misli 28-as fejezet így szól, bölcs az ő maga szemei előtt a gazdag ember, de az eszes szegény megvizsgálja őt. Azaz a bölcsnek gondolja magát a gazdag, hiszen úgy gondolja, hogy az, amit elért, az azért van, mert ő annyival jobb, vagy pedig ő azt megérdemli. És nem érti meg azt, hogy minden, amit az ember kap, akár gonosz az ember, akár jó, vagy igaz, minden Jahuától jön. Hiszen az eső esik a gonoszra épp úgy, mint az igazra.
Az igaz, az eszes, akinek azonban nincsen meg ez a gazdagsága, az megvizsgálja őt. Nem csak őt, a gazdag embert, hanem saját magát is, és megnézi azt, hogy ő vajon jó úton jár-e. Hiszen tudja, hogy mi a jó. Az az út, az az igazság, melyet Yahuwah kijelölt számukra, az ő instrukcióiban. Láthatjuk, hogy amit Jakov itt tanácsol, ez egyáltalán nem újdonság, hanem egy olyan probléma, ami visszatér folyamatosan az egész könyv során azért, mert azt a szembenállást példázza, amit Yahusha úgy fogalmazott meg, hogy nem szolgált az ember két úrnak, mammonnak, vagy pedig Elohimnek. Erről beszél itt Jakov, és erről szólnak az összes idézet, amit eddig láthattuk. Hogy az ember ne felejtse el azt ebben a küzdelemben, amin keresztül megy egész élete során, nap után. Ne felejtse el azt, hogy mi a legfontosabb, és mi az, amit csinálnunk kellene. Mi az, amire koncentrálnunk kellene elsősorban. Az pedig az ember szelleme, a spirituális lény az. A test az egy árnyék, az egy hiába valóság. Elohim segíteni fogja az embert, amikor látja, hogy azon az úton halad, amin haladnia kellene. Erre próbálja őket figyelmeztetni, Jakob. Misli 28-as fejezet, 19-es 20-as vers így ír. Aki munkálja az ő földét, megelégedik étellel. Azaz az, aki dolgozik, és az igaz úton jár, az így is úgy is meg fog élni. A hívő ember bővelkedik áldásokkal, hogyha megnézzük az igaz emberre vonatkozó részeket. Aki munkálja az ő földét, megelégedik étellel, a hívő ember bővelkedik áldásokkal. Nézzük meg, hogy mit csinál a hiába való ember. Aki pedig hiába valóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. De aki hirtelen akar meggazdagulni, büntetlen nem marad. Azaz a hiába valóság mindaz, amit a világ kínál. Azok a dolgok, amelyek a szem kívánsága, a test kívánsága és a szív kevésége. Ezek azok a dolgok, amelyekről itt beszél. Ezek a hiába valóságok. A több, a nagyobb, és a többi, és a többi. Ez megelégszik a szegénységgel, hiszen teljesen mindegy, mennyi gazdagságot gyűjt össze, alapvetően spirituális értelemben szegény marad. Az, akiben azonban a hit megvan, az bővelkedik áldásokkal. Még akkor is, ha esetleg az élete nem annyira egyszerű. Tudni az igazságot, érteni az ő szavát, járni az utat sokkal többet ér, mint bármiféle gazdagság. Arról nem beszélve, hogy aki hirtelen akar meggazdagulni, büntetlen nem marad. Egyértelművé téve azt, hogy a gazdagságért meg kell dolgozni. A gazdagság, aki az úton jár, és aki a Hua útját járja, annak idővel el fog jönni. Még ha nem is ebben az életben, akár a következőben. De az a jutalma annak, hogy az ember munkálkodik az ő földén, és megelégszik azzal, amilyen van. És ez után bővelkedni fog áldásokkal. Az azonban, aki futkos a hiába valóságuk után, vagy hirtelen akar meggazdagodni, vagy felhalmozza az aranyat, ezüstöt és a többi, az az ember nem érti, hogy miről szól az élet. Legnagyobb jutalom pedig az, hogy az ember eljut az igazságra, és eljut oda, hogy megérti, hogy hogyan kell ezt az utat járnia. Szinte szó szerint erről beszél első Timóteushoz írt levelének 6. fejezetében Saul is. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Azaz, mi más kellene az embernek, mint az, hogy túljusson ezen a napon. Yahuwah gondoskodni fog róla, hogy tudja pontosan, hogy mi az, amire szüksége van. Ezt mondja Mesiák, ezt mondja Jakov, Saul, ezt írta Jeremiahu, erről beszélnek a zsoltárok, a példabeszédekben Salomó is erről ír. Az ő életük és az, amit ők mondanak, azok a bölcsességek, amiket ők tudnak, azért vannak leírva, hogy az ember megértse azt, hogy mi az ő feladata, hogyan is kellene élni az életet. Ezért mondja a Saul, hogy ha valakinek élelme van és ruházata, nagyszerű, ez minden, amire szüksége van arra a napra. Nézzük tovább, hogy mi az, amit ír Saul. Akik pedig meg akarnak gazdagodni. A probléma nem az, hogyha az ember egy kényelmesebb vagy bőségesebb életet szeretne magának. Nem erről beszél. Arról beszél, ha valaki meg akar gazdagodni, ha valaki erre koncentrál, ha valakinek ez átveszi az irányítást az életében, ha a mammon
és Elohim közötti küzdelem elbillen Mammon felé, azaz a világ felé, aki pedig meg akar gazdagodni kísértetbe, vagy kísértésbe, és törbe, vagy csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba esik. Miért? Azért, mert a fókuszt elveszi arról, ami a legfontosabb lenne, hogy hogyan lehet a keskeny úton, a szűk kapu felé haladni. Nem tud az ember ezen az úton haladni, ha közben mindenféle más dolgok járnak az eszében, hogyan lehetne ezt, azt, amaz, hogyan fogom túlélni, hogyan lesz nagyobb házam, hogyan fogom kifizetni ezt vagy azt. A fókusz az, hogy járjam az utat. A többi abból következően ki fog alakulni, hiszen azzal, hogy az ember az úton jár, úgy csinálja a dolgokat, amit majd Yahuwah meg fog jutalmazni. Ezek a dolgok, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mit ír Jakob? Az, hogy megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Ugyanezt írja Saul is. Hogy romlásba és veszedelembe taszítja az ember, hiszen elveszti a fókuszt arról, ami a legfontosabb lenne. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem a pénz, hanem annak szeretete. Annak a gyűjtögetése, a gazdagság keresése, a hiába való dolgoknak a felhalmozása, azoknak a szeretete. Sőt, egy idő után a probléma, amit láttuk, az, hogy az ember elkezdi ebbe helyezni a bizalmát. Abban bízik, hogy ennyi vagy annyi pénzem van, így nem érhet baj, mert még el vagyok látva ennyi vagy annyi napra. És a fókusz áthelyeződik Yahuwahról arra az anyagi dologra. Ezért figyelmeztetnek ennyiszer és ilyen gyakran erre. Mert nagyon egyszerű azt a harmóniát vagy egyensúlyt megtörni, amikor az ember elindul egy másik úton és máshová teszi a bizalmát. Mindig figyelmeztetnünk kell arra magunkat, hogy mindaz, amink van, azért van, mert ő így akarta, hogy legyen. Ha az úton járunk, halleluja, nagyszerű, hiszen az a jutalma annak, amit csinálunk. Ha azonban nem, vagy nem ez az elsődleges fókusz, akkor mindenkinek el kell gondolkoznia rajta, hogy nem-e kincseket gyűjteget az utolsó napokra. Szóval minden rossznak gyökere a pénzszereme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és biztosan látunk már mindannyian számtalan ilyen embert. Számtalan ilyen ember, akit a világ eltérített az útról. Azért, mert fontosabb lett az, hogy mi lesz a házammal, a családommal, a gyerekemmel, a munkámmal, a kirándulásommal, a ruháimmal, stb. Stb. Amely után sóvárog eltévejedik a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Nem csak ebben az életben, hanem a következőben is. Mit mond Saul? De te, ó Elohimnak embere, ezeket kerüld el. Ne foglalkozz ezekkel sem az emberekkel, sem ezekkel a dolgokkal, hanem mit csinálj? Kövesd az igazságot. Mi az igazság? Az ő parancsolatai, rendelései, bizonyságai, törvényei. Ez az igazság. Az igaz félelmet. A Elohim félelme a bölcsesség kezdete. Misli 1-es fejezet, Yahuwahnak félelme feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Azaz Yahuwahnak félelme, az a félelem, melyről Saul itt beszél. Az a bölcsesség kezdete. És kövesd az igazságot, és igaz félelemmel. Hogy beszélhetne a Tora ellen, mikor ez is Misli példabeszédek 14-es fejezet második versből. Aki igazán jár, féli Yahuwahot, aki pedig elfordult az ő útaiban, megutálja őt. Ugyanezt mondja itt. Kövesd az igazságot, és az igaz félelmet. Aki igazán jár, féli Yahuwahot. Hiszen félelem az, ami az embert elsősorban motiválja ebben az egészben. Az az, amire legelsősorban szükség van. Ezért mondja azt, hogy Yahuwah félelme feje a bölcsességnek. Azaz a legfontosabb dolog. Nem olyan értelemben félelem, ahogy a legtöbb ember azt tapasztalja az életében, hanem egyfajta tisztelet, az értése annak, hogy mi az, ami a következménye lesz, ha nem az úton járunk. Aki igazán jár, az féli Yahuwahot. Az féli, aki az igaz úton jár, hiszen az tudja, hogy mi a következménye annak, hogyha nem azon az úton jár. Ugyanezt hozza fel ismét Saul. A hitet,
A hit ugye cselekedetekben nyilvánul meg, a szeretetet, mi a szeretet, az ő parancsolatait megtartjuk, békességes tűrés, azaz türelem, és a szelídség ugyanúgy, ahogy ő viselkedik velünk, türelmesen és időt hagyva arra, hogy megváltozunk, mi is ugyanígy élünk. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hivattattál egy szép vallás tétellel, vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez az embernek a feladata. A többi majd megoldja magát. De nézzük, hogy hogyan folytatja Jakov. 4. vers. Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az arató kiáltásai eljutottak a seregek hatalmasságának füleihez. Dőzsöltetek-e földön, dobzódtatok, szívetek, legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem áll ellent néktek. Nézzük meg még egyszer a 4. verset. Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. A munka el van végezve, azok, akiknek a munkát végezték, azok dőzsölnek, dobzódnak, és úgy élnek, mintha minden nap ünnepnap lenne, míg az aratók kiáltásai eljutnak a hua füléhez, hogy őket azonban ezek az emberek kizsákmányolják. Ez Vaikra 19-es fejezetben egyértelműen le van írva a törvényben, hogy hogyan kellene, hogy legyen a te fele barátod, ne zsarold, se ki ne rabold, természetesen rabolni vagy zsarolni nem lehet. A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig, azaz ne tartsd vissza az aratómunkás bérét, hiszen ő ebből él. Tabarim 24-es fejezet részletesen elmondja, hogy miért a szegény és szűkölködő napszámoson ne erőszakoskodjál akár atyád fiai, akár a te jövevényeid azok, akik a te földeden, a te kapuid között vannak. Teljesen mindegy, hogy kik azok, akik a munkát végzik, ami jár nekik, az ki kell fizetni azon a napon, hogy ne maradjon nála reggelig. Azon a napon add meg az ő bérét, és le se menjen felette a nap, mert szegényű és kívánkozik azután az ő lelke, hogy ellened ne kiáltson Jahuához, és bűn ne legyen rajtad. Ezek az aratók kiáltásai eljutnak Jahuához. Az ő szeme rajta van azokon, akik szegények a világban. Különösen azok próbálják járni az utat. Különösen akkor. Erre figyelmezteti a kó. Úgyhogy szépen lassan összeáll az a kép, hogy milyen emberekhez is szól. Egyrészt, akik gazdagságra áhítoznak, és ebbe helyezik a bizalmukat, akik a többi embert kihasználják, akik dőzsölnek, és megszegik a parancsolatokat. Hogy lehetne az, hogy ezt a parancsolatot eltörölte? Minek törölné el azt, hogy a szegény és a szűkölködő napszámoson ne erőszakoskodjál, hogy add meg az ő bérét, hogy ne maradjon nálad reggeli, hogy ne zsarold a fele barátod, vagy ne rabold ki. Minek kellett volna eltörölni ezeket a törvényeket? Mikor nem az, hogy eltörölte, hanem még itt újra figyelmeztet szinte a legvégén a könyvnek a cover. Érdekes módon ez egy sokkal fontosabb téma számára, mint ahogy azt valószínűleg gondoltuk volna a legtöbben. Nézzük meg, hogy Malaki 3. fejezetben mit ír erről. Mert ítéletre indulok hozzátok, azaz ő ezt komolyan gondolja, amit most mond. És gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet, árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, ezt mondja a seregeknek ura. Miért mondja azt, hogy nem félik őt ezek az emberek? Hiszen Kolosséjakhoz 4-es fejezetben Saul megmagyarázza. Ti urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van hatalmasságotok a mennyekben. Aki nem tartja észben, nem veszi figyelembe az ő parancsolatait, nem aszerint él, az tulajdonképpen nem veszi őt magát figyelembe. Az elfelejti azt, hogy neki is van egy hatalmassága a mennyben, aki irányítja az egész világot. Az elfelejti azt, hogy mindaz, amink van, azért van, mert ő úgy gondolta, hogy az nekünk megfelelő. Ő az, aki irányítja mindenki életét.
Jeremiáhu 22-es fejezetből még egy verset nézzük meg. Jaj annak, aki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul, aki az ő fele barátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét néki meg nem adja. Aki ingyen szolgáltat, aki megrövidíti a munkás bérét, az elfelejti azt, vagy nem igazságos és méltányos, nem adja meg a szolgának azt, ami jár neki, az elfelejtkezik az ő uráról. Ez a problémája ezzel mind Malakinak, mind Jeremiahunak, Saulnak, és Jakób is erről ír. Szóval láthatjuk azt, hogy nem csak hogy a törvényben is kétszer volt, hiszen Vaikra és Debarim szintén tartalmazta ezeket, 3 Mózes és 5 Mózes, de ugyanúgy szinte minden próféta felhívta erre a figyelmet. Ezek szerint ez egy probléma volt. Az emberek elfelejtik azt, hogy ők ugyanúgy szolgálják Jahuát, ahogyan őt szolgálják a munkások. Ha mi nem tudunk azokkal az emberekkel úgy viselkedni, akkor ő miért viselkedne úgy velünk? 6. vers, elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem áll ellen néktek. Ez szintén egy állandó probléma a világunk. Különösen ma, amikor körülnézünk, szinte minden területén a világnak pusztítjuk azokat, akik gyakorlatilag ártatlanok, akár a Közel-Keleten, akár Afrikában, teljesen mindegy, merre néz az ember, mindenhol háborúdul, és az emberek halnak így vagy úgy. Ez természetesen nem marad büntetés nélkül, és mindenkinek vállalnia kell majd a felelősséget ezért. Ez egy törvény, mely még abból a szövetségből származik, melyet Noah kötött Jahuával, és ez Bereshit 9-es fejezetben olvasható, de a ti véreteket, amelyben van a ti életetek, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek atya fiától számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Elohim a maga képére teremté az embert. Úgyhogy ez egy törvény még a Mózesi Szövetség előtti időkből. Tehelim 94-es fejezet így szól. Van ég köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez a törvény színe alatt. Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. Ugyanúgy, amire itt Jakób figyelmeztet, elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, ugyanígy egybegyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. Ha végolvassátok a Királyok vagy Krónikák könyvét, akkor láthatjátok azt, hogy ez állandó jelleggel problémának bizonyul, hogy ártatlanokat öltek, és ezt folyamatosan ugye magával hozza azt, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Ez egy örök körforgást generál, hiszen aki ártatlan embertől, annak meg kell halnia. És mivel ez az öldöklés végigvonul a történelmen, ezért folyamatosan öldöklés van, hiszen ez így működik, ez a körforgás, ezt ő így állította össze, ez az ő parancsolata. Akkor, amikor azon vitatkozunk, hogy vajon valakinek meg kellene halnia, vagy a halálbüntetés jogos-e vagy sem, igazából csak ki kell nyitnunk a könyvet, Bereshit 9-es fejezet 5-től 6-ig, és láthatjuk azt, hogy ez így jogos. Teljesen mindegy, hogy az ember mit gondol most, vagy mi a liberális, vagy hogy mi az emberséges. Az az emberséges, amit ő felállított, az a rendszer. Nekünk nem kell ezen vitatkozni, hiszen le van írva, hogy mi az, amit tennünk kellene. Minden, amit az emberiség tesz, a törvények ellenére történik. És hamarosan ki fog alakulni egy világ, amely homlok egyenes szembe megy az ő törvényeivel. Szépen lassan haladunk afelé, hogy mindent a feje tetejére állítunk. Nézzük meg néhány példát erre. Ugye ez Samuel Aleph 19-es fejezet, mert ő kockára tette életét, ez ugye Dáud és Góliát harca, és megverte a filiszteust, és Jahua nagy szabadulást szerze az egész Izraelnek. Te láttad és örültél, ez Saulhoz beszél. Miért vétkeznél azért az ártatlan vér ellen, megölvén Dáudot ok nélkül? Arra figyelmeztet, hogy miért ölnéd meg, hiszen ez egy ártatlan ember. Ártatlan vért minek ontanál ki?
Ez pedig Malakim Alef, második fejezet, és mondaná ki a király, első királyok. Cselekedjél úgy, amint szólott, vágd le őt, temesd el, hogy elvedd az ártatlan vért, melyet kiontott Joáb én rólam és az én atyámnak házáról. Azaz ártatlan vért ontott, meg kell halnia, öld meg, hiszen ez az igazság, de nem csak az igazság, ez a törvény. Malakim Bet, második királyok 21, és Manassé nagyon sok ártatlan vért is ontott ki. Úgy, hogy Jerusalaim minden felől megtelt vele, azon a vétkén kívül, melyel vétekbe ejtett egy Judát, Judát gonoszul cselekedvén Jahua szemei előtt. Azaz az ártatlan vér ismét előkerül. Folyamatosan erről beszél. Malakim Bet, második királyok 24, és az ártatlan vérért is, amelyet kiontott, és hogy betöltötte volt Jeruzsálemet, Jerusalaim, ártatlan vérre, ezért nem akart Jahua megbocsátani néki. Tehelim Zsoltárok 106, és ártatlan vért ontának fiaik és lányaik vérét, akiket Kánán báványainak áldoztak és megfertőztetik a földet öldökléssel, stb. Stb. Folyamatosan erről beszél, az ártatlan vérről. Mellesleg ez az áldozat nem volt sokkal másabb, mint amit ma abortusznak hívnak. Úgyhogy érdemes azon is elgondolkodni, hogy azokkal az ártatlanokkal mi történik. Még egyet, ez ugye Misli példabeszédek 6, ahol felsorolja a 6 dolgot, amit Jahua utál, sőt 7 az, kevés szemek, hazugnyelv, ártatlan vértontó kezek. Az ártatlan vér, illetve azok, akik az igazat megölik, az nem fog működni Jahuánál. 7-es vers, legyetek azért atyám fiai béketűrők, Jahuának eljöveteléig, ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, erősítsétek meg szíveteket, mert Jahuának eljövetele közel van. A reggeli és az estveli eső az tulajdonképpen a tavaszi és a téli eső, ugye más az éghajlat és az időjárás Jeruzsálemben, ez a korai és a késői esőt jelzi az eredeti szövegben, tehát nem arra vonatkozik, hogy reggel este esőt ad, hanem arra, hogy megadja az esőt abban az időben, amikor annak meg kell jönnie, hogy le tudja aratni azt a gyümölcsöt. Miért? Azért, mert azon az úton jár. Honnan tudjuk? Onnan, hogy leírja Vaikra 3 Mózes 26-os fejezetben. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét. És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteket. Erről beszél itt Jákob. Erre utal vissza. Mindenki visszautal a Torára, illetve a Tanákra, hiszen ez volt az egyetlen könyv csoport, ami rendelkezésükre állt. Ezért beszélek annyit erről. Próbálják az embereknek megmutatni azt, hogy hogyan kell járni az Jahusá Hamásiák által mutatott út szerint. Hogyan jár az ember szeretetben a törvények szerint. Ezért tesznek ennyi utalást erre. Természetesen a sabát napon ezek az emberek elolvassák ezeket és megértik és úgy élnek. Ezek a levelek arra szólnak, hogy egy másik oldalról mutassák be. Dabarim 5 Mózes 11. fejezet így szól. Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, ugyanazt mondja, amit az imént, rendeléseim szerint jártok, parancsolataimat megtartjátok és azok szerint cselekeztek, amelyeket én ma parancsolok néktek, úgy, hogy Jahuát, a ti hatalmasságotokat szeretitek, néki szolgáltok teljes szívetekből, teljes lelketekből, Márk 12.29, ugyanezt mondja Jahusa, de ugyanezt olvashatjuk Dabarim 5 Mózes 6.4-6-ig, teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes erődből. Akkor esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben, korai és késői esőt, azaz nem reggeli és esti, hanem korai, azaz tavaszi és késői, azaz téli esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat. Azaz mindegyiknek szüksége lesz esőre.
Ezért a korai és a késői esőről beszél itt. Füvet is adok a te meződre, a te barmaidnak, te pedig eszel és megelégszel. Ugyanazt az ígéretet mondja, amit itt 3 Mózes vaikra 26-ban tett, és amire visszautal Jakob. Hogyha béketűrő vagy, ha igaz vagy, ha úgy jársz, ahogy ő akarja, akkor meg lesz a földednek a drága gyümölcse. Ehhez nem kell neked lopni, csalni, hazudni, meg minden gondolatoddal azon lenni, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Egész egyszerűen mit tegyél? A rendelései, parancsolatai, törvényei szerint élj, és ahogy ő megígérte, nem csak neked, az állatodnak, a szolgádnak, mindenkinek meg lesz mindene. Legyetek ti is béketűrők, erősítsétek meg szíveteket, mert Jahuának eljövetele közel van. Ha valaki ismeri Máté 24-es fejezetet, akkor tudja, hogy Máté 24-es fejezetben is erről van szó. Leírja azokat a jeleket, amelyek az időt jelzik. Mi ezekben a jelekben élünk. Ha már akkor azt gondolták, akkor mi a helyzet ma? A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül, levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor ezeket látjátok, mindazokat a jeleket, amiket felsorolt, a háborúk hírei, az, hogy az emberiség egymás ellen fordul, a királyság ellen, ország ellen, éhínség, járványok, mindenféle betegségek. Maga az elfordulás az igazságtól. Az, hogy mindenki a gonoszság útján jár. Amikor ezeket látjátok, tudjátok, hogy közel van az ajtó előtt. Az Jahuának eljövetele közel van. Bizony mondom nétek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meg lesznek. Ő természetesen róluk beszélt, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni, azonban ismétli önmagát a profécia, és utal az utolsó időkre is, amikben most élünk. Tetszik vagy sem, de ezek a proféciák a mi életünkben zajlanak. 9-es, ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfia, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtó előtt áll. Mit mondtad az előbb, hogy amikor látjátok ezeket a jeleket, akkor közel van az ajtó előtt. Ő mindig közel van. Minden tud, és mindenről feljegyzéseket készít a Malakim, az angyalok segítségével, és a végén ezek azok a cselekedetek, melyek minket megítélnek. Tehelim Zsoltárok 15-ös fejezet így szól, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Hizikiel, Ezikiel 18-20-21 megmutatja, hogy mi az igazságot cselekedni, tökéletességben járni, az ő törvényei, parancsolatai szerint élni. Nem rágalmaz a nyelvével, azaz nem sóhajtozik az atyafia ellen, nem tesz rosszat fele barátjának, azaz nem sóhajtozik az atyafia ellen, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Ahogy mondtam, ezek az emberek itt, amit mi olvasunk a megújult szövetségben, a brit hadasában, az új szövetségben, próbálják magyarázni az embereknek a Tanák írásait, a zsoltárokat, a profétákat, illetve a törvényeket. Azért, mert ez az, ami alapján az ember meg lesz ítélve. Nem véletlenül mondja mindig, hogy Jahua eljövetele közel van, hogy a bíró az ajtó előtt áll. Hogy figyeljenek oda az emberek, hogy melyik úton járnak, mi az, amiket csinálnak, mert eltérnek az úttól. Más dolgokkal foglalkoznak. 10. Például vegyétek atyámfiai szenvedésben és béketűrésben a profétákat, akik Jahua nevében szólottak. Nézzék meg azt, hogy min mentek keresztül ezek a proféták. Akármelyikről beszélünk. Eliyahu, vagy Illés, Jeremiahu, Jeremiás, Jesiahu, Ézsaiás, teljesen mindegy, mindegyik. Folyamatosan azok akár, akik nem is annyira ismertek, akik Jahua üzenetét hozták, mindig szenvedniük kellett, hiszen a világ, illetve a nép soha nem akarta ezt elfogadni. Ímé boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat, Jobbnak tűrését hallottátok, és Jahuától való végét láttátok, hogy igen irgalmas Jahua és könyörületes. Ugyanezen tulajdonságokat sorolja fel Saul Efézusiakhoz írt levelének 4. fejezetében. Kérlek azért titeket, én, kifogoly vagyok Jahuában, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Fogoly olyan értelemben, hogy ő ezt az utat választotta. Ő ennek a rabja. Ő ezt az utat imádja és ebben gyönyörködik. Ugyanígy járjatok ti is. Hogyan? Teljes alázatossággal, szelídséggel, hosszú tűréssel.
elszenvedvén egymás szeretetben igyekezvén megtartani a ruach, a lélek egységét a békességnek kötelében. Mindezeket a tulajdonságokat Jahua is bemutatja felénk, hiszen ő is szeliden, hosszú tűréssel, alázattal elszenved minket, ahogyan tévelgünk a világban, és hosszú évekig, évtizedekig elfeledkezünk róla, és az ő törvényeiről, instrukcióiról, járunk a saját fejünk után, ő ugyanúgy kivárja ezt, és visszavezet minket, amennyiben mi hagyjuk azt. Ezért nekünk is ugyanúgy kellene viselkednünk. Ahogyan a proféták szenvedtek, tűrték, ahogyan Jób eltűrte ezt. 12. Mindenek előtte pedig ne esküdjetek, atyám fiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem, hogy károsztatás alá ne essetek. Ugyanezt mondta Jehusá Hamásiák is. Máté 5-ös fejezet 33-35-ig így szól, ismét hallottátok, hogy megmondhatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesíts Jahuának tett esküdet. Azaz, arról volt szó, hogy a nevét hiába ne vegyék föl. Azonban, ha visszamegyünk, látjuk azt, hogy számtalanszor esküdt tettek az ő nevére. A probléma az volt, hogy az emberek ugyanúgy, mint minden mással, visszaéltek ezzel. És nem tartották be, hanem csak felhasználták arra, hogy csak állandóan mondogassák. Ezért mondta, én pedig azt mondom nektek, teljességgel ne esküdjetek se az égre, mert az Elohimnek királyi széke, se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa az. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek úgy, úgy, nem, nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztó vagyon. Azaz fölösleges az embernek esküdözni ezekre a dolgokra, hiszen az embernek nincsen semmiféle hatása, nem, az embernek nincsen hatalma, hogy ezeket a dolgokat megváltoztassa. Minden, amit az ember tenni tud, az az, hogy elmondja, hogy így lesz, és akkor úgy csinál, vagy nem úgy lesz, és akkor nem úgy csinál. Minden, ami ezeken fölül van, az teret ad a gonosznak arra, hogy az ő dolgait véghez vigye. Ugyanezt így a szó szerint. Legyen a ti igenetek igen, nem, nem, hogy károsztatás alá ne essetek. Jakab mondja ezt. 13-as. Szenvedély valaki köztetek. Imádkozzék, öröme van-e valakinek, dicséretet énekeljen. Az egész vers, illetve az egész fejezeten végigvonul ugyanaz a motivum. Melyik utat választod, a világot vagy Jahuát? Ha problémád van, hozzáfordulj. Ha örömöd van, neki köszönd meg. Ne pedig a saját dolgaidat hajkurázd, vagy a világét, vagy próbáld te magad elérni azt a biztonságot, amiről azt hiszi az ember, hogy ez biztonság. Betegé valaki köztetek, mit tegyen? Hívja magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal, Jahuának nevében. Azaz mindig visszavezet minket Jahuához. Ő az, akihez nekünk fordulnunk kéne. Ha örülünk, akkor. Ha szenvedünk, akkor. Ha betegek vagyunk, akkor. Azaz imádkozzanak felette, és aztán és a hitből való imádság megtartja a beteget, és Jahua felsegítő. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Számtalan példát láttunk erre Jahusa működése során. Matiahu 8.13 mondta Jahusa a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Érdekes az, hogy Jakóvnak már is emlékezteti kell az embereket erre, ami történt néhány évvel ezelőtt. Matityahu 9.22. Jehusa pedig megfordulván és rátekintvén mondta, bízzál lányom, a te hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Matityahu 15.28. Ekkor felelvén Jehusa mondta néki, ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő lánya attól a pillanattól fogva. Számtalan példát láthatunk, ahogy az emberek meggyógyulnak a hit által. Ehhez azonban szükség van egy olyan közösségre, egy olyan emberre, aki az úton jár, tehát nem csak, hogy ismeri az utat, meg hallgatja azt, meg beszél róla, hanem úgy is cselekszik. Ez az az ember, akinek az imádsága majd meg fogja gyógyítani a gyülekezetben a beteget. Ha bűnt követett is el, megbocsátatik néki, ahogyan azt Jahusa mondja.
hogy kelj fel és járj, és legyen egészséges, és a te bűnöd megbocsátatott. De ne vétkezz többé. 16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ugyanúgy, ahogy Misli példabeszédek 15-ös fejezetben írja a Salomó, vagyis Salamon, messze Jahova az igaztalanoktól, az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. Nézzük meg, mi az igaz, már így, ha már ennyi szó volt róla, így Hezikiel, Ezikiel 18-21, és ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, azaz nem vétkezik többé, nem szegi meg a törvényt, melyet cselekedett, megtartja minden parancsolatimat, törvény szerint igazságot cselekszik, élvén éljen meg, ne halljon. Ugyanez a helyzet, amiről itt Jakób beszél. Az az igaz embert meghallgatja, és az igaz embernek igen hasznos a könyörgése. Ez azonban egy igaz embert követel. Nem bárkinek az imádsága, hiszen Misli példabeszédek 28.9 így szól. Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos. Aki nem vesz tudomást a törvényekről, aki bűnben él, annak a könyörgése egy utálatosság, azt ő nem hallgatja meg. Úgyhogy érdemes óvatosnak lenni, hogy ki az, aki imádkozik értünk, mert az igaznak buzgóságos könyörgése az, ami segít, nem mindenki. Másik az, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak. Azaz az is része, hogy az ember bevallja azt, amiben vétkezik. Nagyszerű példa erre Daniel 9-es fejezet. Ugyanis Daniel a 9-es fejezetben pontosan ezt hajtja végre. Beismeri a bűneit, imádkozik, és reméli, hogy Jahua meghallgatja. És orcámat Jahua Elohimhez emelém, hogy keressem imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban, hamuban. Azaz megalázkodik, és így fordul Jahuához. És imádkozám Jahuához. Vétkeztünk, és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Ezekről beszél Jakób is, mikor azt mondja, hogy például vegyétek a szenvedésben, békétűségben a prófétákat, akik Jahua nevében szólottak. Ezek, akik próbálták az embereket visszavezetni a helyes útra. Mi a helyes út? Az ő parancsolatai. Amikor azt mondja, hogy vétkeztünk, gonoszságot műveltünk, az eltávozás az ő parancsolataira. Nem hallgattak ezekre a prófétákra. 10. vers. És nem hallgattunk Jahuának, a mi hatalmasságunknak szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, melyeket elünkbe adott az ő szolgái a proféták által. Felsorolja és beismeri a bűneit. Ezzel kezdődik a folyamat. És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra, ezért reánk szakad az átok és eskü, mely megvan írva Mosénak, Elohim szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Azaz le van írva, hogy hogyan is kellene az embernek ezt a folyamatot végigkövetnie. Beteg, problémája van, szenved, megvallja a bűneit. Valljátok meg bűneiteket, ezzel kezdődik. Imádkozzatok egymásért, meggyógyul, azaz nem követi el tovább a bűnt. Vagyis megtér. Ez a folyamat, ez az, amit a Messiák megmutatott, ez az, ahogyan többek között Dániel is hozzáállt. 17-es vers. Eliahu vagy Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermi gyümölcsét. Azaz megadja, amit az ember kér, amennyiben az ember igaz, azon az úton jár, amit ő kijelölt, és azt kéri, ami ahhoz kell, hogy másoknak segítsen az útra visszatérni. És Jahua dicsőségét keresi. És akkor meg fogja adni. Nyilván egy nagy autóért, vagy nagyobb házért, vagy egy nyaralásért imádkozhat az ember, lehet, hogy megkapja, lehet, hogy nem. De érdemes azokat a dolgokat előtérbe helyezni, ahogyan felépítette ezt Jakób és vezetett minket. Elmondta, hogy mik a világ dolgai, mi az, amit nekünk tennünk kéne, és hogyan működik ez az egész. És ad egy példát, többek köz jó,
És utána Eliahu, vagyis Illés. Hogyan működik egy igaz ember a törvények szerint? És igenis megkapja azt, amiért imádkozik. Az igaznak a könyörgése az, ami meghallgatásra talál. A meghallgatásnak a feltétele az, hogy az ember igaz legyen. Az igazság pedig nem más, mint ahogy láttuk, az ő törvényei és parancsolatai szerint való élet. Befejezésül pedig egy összefoglalja ezt az egész dolgot, hogy mi is a mi feladatunk. Miért írta le mindezeket a dolgokat, melyeket leír. Valaki ezen az úton jár, valaki azon. A mi feladatunk az, hogy járjuk az utat elsősorban, ami a keskeny út, a szűk kapuhoz vezet, amit Jahua kijelöl. És elkerüljük Mammon, azaz a világ útját. Azonban, ha látjuk, hogy más ezen az úton jár, akkor arra megvannak a módszerek, hogy azt visszatérítsük onnan azt az ember. 19-es vers így szól. Atyám fiai, ha valaki köztetek eltévejedik az igazságtól, mi az igazság? Az előbb néztük meg, hogy mi az igazság. Tehelim Zsoltárok 119, a te igazságod igazság örökké, a te törvényed igaz. Az ő törvénye az igazság. Te bizonyságaidnak igazsága örökké való, oktas, hogy éljek. Az az igazság, melyről Jakób beszél, az Jahua parancsolatai. Ugyanúgy, ahogy a Messiák mondta azt. Jehukanon 17:17, szenteld meg őket a te igazságoddal, ez az igazság. A te igéd az igazság, az ő szava, a Tanák, az úgynevezett Ószövetség. És megtéríti őt valaki, azaz visszatéríti a helyes útra. Nyilván kell, hogy legyen egy helyes út, hogyha megtéríti valakit a bűnből. Ugye mi a bűn? Jehukanon 1 János 3:4, a bűn a törvény megszegése. Tudja meg, hogy aki a bűnös térít meg az ő tévegő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Ez a célja annak, amit csinálunk, hogy más embereket az útra tereljük. Miért? Mert ez Jahua kívánsága. Hezekiel 18:23 így szól, hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát? Ezt mondja Jahua Elohim, nem. Azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ez az, amit ő kíván. Ez az, amiben nekünk lehet szerepünk. Azonban meg kell ismernünk az utat, el kell kezdünk járni azon, és aztán, ahogyan élünk, az mutatja meg a többieknek, hogy merre kellene haladniuk. De kell, hogy legyen egy kijelölt út ahhoz, hogy valakit meg lehessen téríteni. Ha meg kell, hogy térjen valaki, akkor valamit el kell hagynia. Ezt pedig a Tanák, az úgynevezett Ószövetség határozza meg, azok a parancsolatok, rendelések, bizonyságok, melyeket ott leírt, az határozza meg, hogy mi alapján kellene élnünk. Mellesleg Lukács 15-ös fejezetben Jahusa szintén erről beszél, melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elvesz, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja. Azaz, térítse meg a bűnöst a tévegő útjáról, mert megmenti így a haláltól. Még azt az egy darab is fontosabb, mint az a 99. Hiszen a 99 jó úton jár, azzal fölösleges foglalkozni. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. Ez ugye a tékozló fiú történet. És ha az a menvén egybehívja barátait és szomszédait, mondván néki, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. Hetes, mondom néktek, így módon öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Erről írt Hizikael, erről beszél Jehusa a megváltó, és ezt erősíti meg Jakob. Ez a feladata az embernek. Járja az utat, és segítsen a többieknek megtalálni ezt az utat. Nyilván egy levél vagy válasz valamire, vagy valamilyen problémákat segít megoldani nekik, nem csak úgy kipattan a fejéből. Azonban mindenképpen fontosak azok a gondolatok, melyeket leírt, és láthatjuk azt, hogy folyamatosan mindenki utal vissza a Tanákra, a Torára, Mózes törvényeire, a prófétákra és a zsoltárokra. Hiszen ez volt az, amit ők akkor írásoknak tartottak. Ez volt az, amiből ők tanították egymást, illetve ők tanultak. Ezért utal vissza erre. Ugyanezt tette itt is. Elmagyarázza azt, hogy a világ útja az hiába való, a földi gazdagságot keresni nincsen értelme. Elmagyarázta azt, hogy türelemre van szükségük ahhoz,
hogyha ezt az utat szeretnék járni, és a türelemnek megvan a gyümölcse, hiszen Jahua jutalmazza azt. Megmutatta azt, hogy az idő közel van. Egyrészt nekik természetesen a Jeruzsálem pusztulása miatt, másrészt, hogy mik az idő jelei, és az, hogy Jahua szeme mindent lát. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy sok időnk van, akkor is ő mindig ott van, és mindent lát. Figyelmeztetett arra, hogy az ember azt cselekedje, amit mond, és az igaz úton járjon. Megmutatta nekik azt, hogy hogyan tud az ember meggyógyulni a betegségből. Aki az igaz úton szeretne járni, aki magát hívőnek tartja, és az mindig menjen vissza Jahuához. Ő az, akit nekünk keresnünk kell. A hit és a mi cselekedeteink, a mi erőfeszítéseink arra kellene, hogy abba az irányba vigyenek minket, ami közelebb visz hozzá, ami az ő dicsőségét hirdeti és az ő útján jár. Elmondta a jelentőségét annak, hogy megvallani a bűneinket, és megtérni, és imádkozni a Jahuához, és akkor meggyógyul az ember. Példát adott erre Illés által, és a végén pedig a legfontosabb dologra felhívta a figyelmet, hogy az, ahogyan mi járjuk az utat, másokat el tud vezetni Jahuához, és ezzel meg tudjuk menteni mások és saját magunk életét. Ezzel elérkeztünk Jákob levelének végéhez, és remélem, hogy legalább annyit tanultatok belőle, mint amennyit én, és hasznosnak találtátok, és segít abban, hogy az úton maradjunk mindannyian, hiszen ahogyan a Mesiák fogalmazott, amennyiben ezeket a jeleket látjuk, akkor ő már tulajdonképpen az ajtó előtt van, és aki nem látja ezeket a jeleket manapság, az valószínűleg, illetve nagy eséllyel már nem is fogja, hiszen teljesen egyértelmű, hogy mi élünk ebben az időben. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!